Ez még a földszinten volt. A vállalkozásban szülők, nagyszülők is segíthettek, felidézve ifjúkori olvasmányaikat. A közös munkanyomány sok hibátlan megfejtés született. A legsikeresebb pályázókat meghívták, jutalmuk egy könyvkönyv, és a gyermekkönyvtárnak az olvasás éve alkalmával megjelentetett, igen tetszetős könyvjelzőjéből volt. Maximális pontot értem Duralla Ferenc, Gróf Kárint és Gróf Roland a Kossuth iskolából. Változatos 50 évének legemlékezetesebb eseményeit mutatja be. Nézegessel a pontosra kiadványokat. A fotókon bizonyára talál ismerős arcokat, esetleg a sajátját is, a különböző olvasó és rajzpályázatok versenye, író-olvasó találkozók és programok között lesz olyan, amelyre szívesen emlékezik vissza. A bemutatott könyvek között talán felfedezi első olvasmányélményét és későbbi kedvenceit is. Kiből lesz olvasó? Gyakran tesszük fel magunknak a kérdést, mi könyvtárosok is. Nyilván ezernyi útja, módja lehetséges. Nincs a kezünkben a bölcsekköve, de keressük az újabb lehetőségeket, technikákat, hogy a következő nemzedékek is örömmel és értő módon tudjanak olvasni. Szeretettel ajánlunk könyvünket minden régi, mai és új olvasóknak. És mielőtt személyesen átnyújtanám nektek ezt a könyvet, még befejezésül nézzünk meg egy összeállítást ugyancsak az Ajka TV archívumából, úgy, hogy a hétköznapok fölé emel. Olvasni nem egyszerű dolog, hiszen fehér papíron apró fekete betűket kell bogarászni, lehetőleg csendben. Úgyhogy majd fel kell állnotok és ki kell jöntök, mert azt gondolom, hogy annyit megér, hogy nem csak itt szíjelhoztuk. Jó? Úgyhogy köszönöm szépen neked a közönöket. Megkérem intézményünk vezetőjét, Bábics Valériát, hogy legyen szíves jöjjön ide. Neked is átnyújtom, mint egykori kolléga is. Könyvtáros kolléga. Ez a királyzó kísérletünkben. És akkor Zakas Tamásét kérem szépen, aki számtalan osztállyal látogatta meg a könyvtárat, mert akkor még divat volt a felső tagozatos osztályokat magyar órán elhozni a könyvet. És nagyon köszönöm a kedves sorokat, amit az emlékeinkről írtam. Nagyon szívesen.